Üdvözlöm kedves nézőinket, Weber Tamás vagyok, a Katonaki Főzde konyhafőnöke. Immár második alkalommal jelentkezünk innen a Katonaki Főzde konyhájáról. Az előző adásunkban a húsvétra összpontosítottunk, készítettünk egy kocsonyát, egy meleg ételt, ma szintén a húsvétra fókuszálnánk, de most kimondott hideg konyhai készítményekkel szeretném megismertetni kedves nézőinket. Készülni fog egy zöldségekkel töltött csirkerolád, és valóban a húsvétra gondolva egy sertés karajt töltünk meg, hát mint a régi retro szendvicseknek az alapanyagaikból, főtt füstöltarjából, főtt tojásból, csemegőborkából és reszelt sajtból. Én tudom, hogy hidegkonyhai készítményeket nem olyan könnyű belesűríteni 25-30 percbe, de megpróbálom egyszerűen elmagyarázni, érthetően, szerintem mindenki el tudja készíteni. És akkor kezdjünk is hozzá. Én ezeket előre elkészítettem. Nagyon egyszerű, tényleg bárki meg tudja otthon csinálni. Ez Mirelit mexikói köret volt, hogy kiengedtem szobahőmérsékletre, áztatott kenyér, tejbe vagy vízbe ki, hogy szereti, megáztatjuk a kenyeret, és a szobahőmérsékletű keverékkel összekeverjük, ízesítjük, só, bors. Itt megint az a kérdés, hogy ki mit szeret. Tehát itt mindenkinek a fantáziájára van bízva, ez az egyik töltelékünk, a másik töltelékünk pedig kockára vágott, füstölt, főtt tarja, csemegeuborka, reszelt sajt és reszelt tojás. Ugye biztos mindenki ismeri ezeket a töltelékeket, kezdjünk akkor hozzá. Először is lefűszerezzük a csirke mellett, kis só, kis durva bors, és akkor beletesszük a töltelékeket. Ezekből valóban kis rolládok fognak készülni, a későbbiekben ugye majd meg lehet látni. Azért választottam ezt a kisebb roládot, mert ez nem csak hidegkonyhai formában szerepelhet egy tálcára föltéve, hanem éppen azért, mert kicsi takaros, ezt még szendvicsre is rá lehet tenni, majd meg fogom mutatni. Most egy apró konyhai trükköt szeretnék megismertetni kedves nézőinkkel, mivel hidegkonyháról beszélünk. Ugye elmúlt adásunkban említettem a zselatint, ugye ami kocsonyásít. Ugye ez darált formájába csont. Ilyenkor én megszoktam egy kicsit szórni magát a húst is és a tölteléket. Ez nem fog érezhető lenni rajta, meg ugye ez hőkezelés során föloldódik. Ez abba fog nekünk segíteni, hogy ugye hidegkonyháról beszélünk, megdermed, szebben lehet szeletelni magát a húsételt. Tehát ez a jelentősége, ebbe fog nekünk rengeteget segíteni. Ugye föltekertük magát a húst, ugye ügyeljünk arra, hogyha töltünk bármilyen húst is, hogy a másik réteg elfedje. Ugye sűlésnél vagy hőkezelésnél sütni párolni fogjuk, egymáshoz tapadnak a húsok, mire ki szépen kidermed, és könnyebben lehet szeletelni, nem fog széthullani. Most akkor ugye átmegyünk a sertéshúshoz, ezt is fűszerezzük. Az elmúlt adásban ugye beszéltünk, hát egy érintőlegesen csak a balesetvédelemről, úgymond. Most egy kicsit a higiéniáról is beszélünk. Ugye a kedves nézőink biztos észrevették, hogy kétszínű vágódeszkát használunk. Ugye ez nálunk, hát Magyarországon úgymond rendszeresítve van ugye minden konyhán. Nekünk szakosítva kell tárolnunk és dolgozunk is. Ugye itt a szakosított munkafolyamat abba érvényesül, ugye különböző színű vágódeszkák vannak. A piros a sertés, a tőkehús, igen, vágó állatoké. Ugye a marha, sertés, bárány, tőkehús, a sárga színű az a szárnyas, tehát ezzel csak szárnyasan lehet dolgozni rajta, a kék színű az a halé, a barna az a főtt húsé, és van a zöld, az a zöldségféléjé, a mosott zöldségféléké, van a fehér, az pedig a konyhán maga a főzőtére lehet használni. Ugye ez már kész termékekkel vagy pékáróval lehet rajta dolgozni. Ugye tanácsolom otthon is mindenkinek, nyilván nem kell azért ekkora repertoárt felsorakoztatni, telepakolni a konyhát mindenféle vágódeszkával, de kettő darab vágódeszka azért tanácsos otthon is, de hogyha nincs, még az sem nagyon nagy baj, de viszont arra ügyeljünk, hogyha valami munkafolyamatot befejezünk, akkor mossuk el, öblítsük el, főleg, hogyha húst, nyers hússal dolgozunk, ott egy alapos fertőtlenítő mosás és törlés után lehet bármihez hozzáfogni. Ugye nem kioktatni szeretnék senkit, vagy butának nézni, de ugye ezek nagyon fontos dolgok, hogy betartsuk, ugyanis nagyon komoly fertőzések és ételmérgezések lehetnek ezekből, hogyha ezeket a utasításokat nem tartjuk be. És akkor most térjünk vissza a sertéshúshoz. Ugye maga megvan ez a töltelékünk is, ezt is belehalmozzuk, eligazgatjuk szépen. És itt is az előző említett zselatinnal ugye meghintjük,
ilyen zselatinnal. Itt ez tényleg a hőkezelés folyamán egyneműsödni fog úgymond a alapanyagokkal, és ez segít nekünk a tálalásba. Ugye ezt megcsináltuk, a tölteléket félretesszük, ezt kétféleképpen lehet sütésre előkészíteni, vagy hurokkötözéssel, ami elég bonyolult, én azt mondanám, hogy nem otthon ne pazaroljuk rá az időt, hanem egyszerű alufóliába betekerjük, ügyelve arra, hogy szoros legyen. És mint a szaloncukrot, mind a két végét szorosan behajtjuk. Kicsit még igazítunk rajta, formázzuk. Utána jön a sárga, hát a csirkehús. Ezt is begöngyöljük, ugyanúgy szorosan. Kicsit megigazítjuk, és akkor ezt egy kis tepsibe belekészítjük. Ahogy említettem, ez sülni, párolódni fog, öntünk alá egy kis vizet, és ez 160 fokos sütőbe. Ugye az elmúlt adásban is említettem azt, hogy sütni csak forró felületen szabad, igazából. A zárt hősütésére is 98%-ában igaz ez. Tehát mindig előmelegített sütőbe tesszük be a előkészített alapanyagokat. Ez igaz a nagyon sok süteményre is, a húsételekre is. Ahogy a múltkor is említettem, a hő hatására bezállódnak a rostok, és magába tartja a hús a íz és zamatanyagokat. Tehát ezt egy 160 fokos sütőbe be fogjuk tenni sülni, mivel itt olyan sok nyers dolog nincs benne, csak maga a húsnak, a kéregnek kell megsülnie. Ez egy 40 perces hőkezelés elég neki, 160 fokon. Fél időnél, mikor 20 perc letelik, megfordítjuk így maga a húsételt, ugye a másik fele ne száradjon meg, és így sütjük készre. Ez meg fog sülni, ez a hús, kivesszük a sütőből, áttesszük egy másik tepszire, hadd hűljön, és megint egy jó tanács, hogyha hidegkonyhával dolgozunk, hidegkonyhai készítményeket készítünk elő, ugye megsütöttük, kivesszük, kicsit pihentetjük, hűlni hagyjuk. Hát mi már elég forrón képesek vagyunk átcsomagolni, mert úgymond hőálló kezünk, de aki nem, kicsit vár vele egy negyed óra, 20 percet, meghűlt, és újra tanácsos átcsomagolni. Ugye ennek azért van jelentősége, minél jobban kiszorítjuk belőle a levegőt, mire teljesen kidermed, annál szebben tudunk vele bánni, szebben tudjuk szeletelni. Tehát ezt most egy 160 fokos sütőbe betesszük sülni. És ugye a hidegkonyhának egyik fő, hát úgymond kelléke a zselatin. Ugye a zselatinból főzünk egy aszpikot, erre most külön nem fordítunk időt, ugye lehet kapni a boltba, bárki meg tudja vásárolni a zselatint, erre rá vannak írva az arányok. Ugye, hogy mennyi vízhez, mennyi zselatinpor szükséges, ezt meg tudjuk főzni hideg vízbe. Kimérjük a hideg vizet, beleöntjük a zselatint, alaposan elkeverjük, kicsit hagyjuk pihenni, és akkor utána feltesszük a tűzre. Ezt éppen csak gyöngyöző forralásig kell forralni, tehát tovább nem egy 65-70, maximum 70 fokig. Utána levesszük, hagyjuk kihűlni, a kihűl betesszük a hűtőbe, és utána későbbiekben ezzel fogunk dolgozni. Az elmúlt adásból ugye említettem a derítést, hogyha véletlen zavaros lesz a csontleves, vagy a kocsonya, vagy bármi, ez is enyvet tartalmaz, de sajnos ezt nem lehet deríteni. Tehát, hogyha ezt túlforraljuk, ezt ki kell önteni, és akkor újat főzni. A zselatinból főzzük az aszpikot. Ez két célt szolgál, legfőképp kettőt, óv és díszít. Ugye óv azért, mert biztos mindenki tapasztalta már, hogyha kint hagyja a levegőn húsfélét vagy bármi zöldségfélét, színeződik. Ezt úgy mondjuk, hogy oxidálódik. Ugye a zselatinnal, kész aszpikkal kicsit visszaolvasztjuk, vagy mikrohullámú sütőbe, vagy a gázon egy gyorsforralóba, úgymond gyorsforralóba, és lefényezzük egy kenőtollal vagy egy ecsettel magát az előkészített, elkészített hidegkonyhai terméket, ami már ki van hűrve, ez ráköt, ez képez rajta egy olyan felületet, ami megakadályozza az oxidációt, és egyben díszít is, de majd meg fogom mutatni. Ez úgy néz ki, mintha egy fóliával szépen becsomagoltuk volna. Tehát megfőzzük a zselatinunk, az aszpikunkat, félretesszük, hagy hűljön, kihűl, teszünk, betesszük a hűtőbe. Ezt későbbiekben, ugye mondom, fényezni használjuk,
de lehet belőle dekorációt csinálni, és többek között gyöngyaszpikot, majd ezt is meg fogom mutatni, hogy hogy készül. Nem egy bonyolult dolog, tényleg bárki el tudja készíteni magát ezt a kétfajta húsételt is, és ami kétfajta salátát is fogok mutatni, az is nagyon könnyen elkészíthető. Én tényleg arra próbálok meg ösztönözni, biztatni mindenkit, hogy próbálja ki, ha nem is a szürke hétköznapokban, rohanó időben, de hétvégén vagy ilyen ünnepnapokon. Én tudom azt is, meg hát belestünk mi is ezekbe a csapdákba, hogy mikor az ember otthon megkérdezi, hogy mi legyen az ebéd, és akkor azt a választ kapja a családtól, hogy mindegy. Én erre viccesen azt szoktam mondani, hogy mindegy, az a 111. Tehát az valóban mindegy. És ugye elkészül az ebéd, de tesszük az asztalra, és akkor jött az, hogy miért ezt főzted. Ilyenkor kap az ember egy kis agyinfarktust, de hát az, mi emberek így működünk. Tehát tényleg arra próbálok meg ösztönözni mindenkit, hogy bátran fogjon hozzá, nekünk se sikerül mindig minden, de kísérletezünk. És akkor az előbb említett kétfajta saláta, az egyik egy úgynevezett őszi barackos sérce saláta, a másik pedig egy sima, hagyományos burgonya saláta, amiben tettünk egy kis póréhagymát. Ugye meg ezeket is előre elkészítettem, ez se bonyolult, el fogom magyarázni lépésről lépésre, és tényleg bárki el tudja készíteni. És ahogy említettem, az egyik az egy őszi barackos sérce saláta, a második pedig egy hagyományos ecetes, cukros, sós öntet. Ugye egy kis póréhagymát tettünk bele, erre még majd külön visszatérek. Ugye, hogyha kétfajta salátát csinálunk, nem célszerű ugyanazzal az alapanyaggal dolgozni. Értem itt arra, hogy nem jó, hogyha kétfajta majonézes alapú van. Az egyik akkor legyen majonézes, másik egy sima hagyományos vagy majonézes görög saláta, vagy pedig egy paradicsom alapú, gondolva itt a svéd gombára, vagy csilis babra. Tehát nem tanácsos, hogyha mindegyik salátának ugyanaz a alkotó eleme. Ugye ez az egy érce saláta, ez úgy készült, ilyen kisebb kockákra összevágtam a csirke mellett, ezt forró zsíradékba lepirítottam, olajon lepirítottam, kis sóval, borssal, megvártam, míg kihűl, utána daraboltam össze ugyanakkor a kocka, ugyanannyi mennyiségű trapista sajtot, és ugyanannyi mennyiségű őszi barackot. Tehát én daraboltam össze egy ennek a töltő tömegének megfelelő mennyiségű csirke mellett, és ugyanannyi trapista sajtot. Ugye ez mikor kihűlt a csirke mell, tartár, majonézzel, majonéz kikevertünk, tartár csináltunk belőle, ugye a tartár az majonéz, tejföl, porcukor, mustár, citromlé, só és egy kis fehér bors. Ugye ez a tartár, ezt tartárral összefogadtuk, betálaltuk, kicsit megdíszítettük, és ezt fogyasztásig ugye a hűtőbe hagyjuk pihenni. A burgonya salátánk, héjába megfőztük a burgonyát, sós vízbe, kicsit kihűlt, megpucoltuk, összedaraboltuk, csináltunk rá egy salátalevet, ami víz, cukor, só, ecet, durva bors keveréke, és pórihagymát daraboltunk bele. Lehet beletenni lilahagymát is, lehet beletenni sima hagymát is. Itt, amit mondtam, az előbb még visszatérek rá, a hagymáról egy kis jó tanács, hogyha salátákba, valamelyikben kimondottan nyersen, tehát nem szoktuk alkalmazni ezt az eljárást, görög saláta vagy ilyesmi, abban nem szoktuk, de egy ilyen salátába célszerű, hogy a hagymát összevágjuk, vagy vörös, vagy lila, vagy bármilyen, kicsit lesózzuk. Hagyjuk állni a sóba, kinyomkodjuk, utána kis folyó hideg vízzel leöblítjük. Ez elveszi a hagymának ugye a szagát, úgymond szagát pedig illata van, ugye, mint minden növény, fűszernövény is, úgymond illóolajokkal van tele. Tehát elveszi egy kicsit az illatát is, és az ízén is tompít. Tehát nem lesz annyira erős, nem lesz annyira csípős. Célszerű ilyen salátákba ezt alkalmazni, ezt az eljárást. És most egy-két díszítési ötletet szeretnék bemutatni. Tényleg nem bonyolult, nem kell itt zöldségszobrászatba átmenni. Otthon is alkalmazható zöldségekből, gyümölcsökből, zöldségekből. Na most az fontos megemlítenem még, hogy kétfajta tálalási alapszabály van, amit hát úgy mondom ildomos betartani. Az egyik az, az a legfontosabb, azt nekünk is be kell tartani, mindig csak ehető anyaggal díszíthetünk. A második alapszabály, hogy íze és színe harmonizáljon. Tehát itt gondolok arra, ugye itt van maga ez a jérce saláta, lehet, hogy a színe az menne hozzá a lilahagyma, de viszont az íze ez nem. Tehát itt van az íz és színharmónia. Ehhez mondjuk lehet, hogy menne a szamócának a színe egy szép élénk piros, de az íze nem biztos. Tehát ezt a két tálalási alapszabályt azért ildomos betartani, főleg, hogyha hideg konyháról beszélünk. Ugye most fogtunk egy ilyen kis narancsot, levágjuk a két végét,
ez azért fontos, hogy ugye megálljon, ne billegjen, és akkor úgymond ilyen koronát vágunk ki, egy hegyes éles késsel, bemetszéseket ejtünk rajta, ezt egész a közepéig be kell tolnunk, hogy szépen átvágja. És ahogy említettem is, zöldséggel dolgozunk, ugye a zöldségnek a színe nálunk a zöld. Tehát ezen szabad csak dolgoznunk, ugye ezek nyilván mosott termékekről beszélünk, nem földesekről. És akkor ugye addig folytatjuk, amíg végig nem érünk. És hogyha mindent bemetszettünk, akkor ugye kapunk egy ilyen szép alakzatot, amit tudjuk használni. Ugye a paradicsomból is ugyanezt meg lehet csinálni, és akkor már kétfajta színünk van. Ezt is egész közepéig bevágjuk. Ki hogy szereti, vagy kinek hogy tetszik, vagy sűrűbbek ezek a ékek, vagy ritkábbak, nyilván akkor másfajta a megjelenése. Nem kell olyan sűrűn, én úgy gondolom, ez is szebb, hogyha egy kicsit kirajzolódik jobban a égforma, és akkor ugye ezt is, ha sikerült, igen. Ha nem, akkor visszamegyünk, érezzük azt a pontot, ahol nem akar szétválni, és akkor újra vágjuk. Tehát nincs ebből semmi probléma. Ugye ezt is így fölvágtuk. Ugye van akkor cukkinink. Ebből, hát nekünk van egy ilyen speciális szerszámunk. Egyébként, aki szeretne belemerülni, ez nem egy olyan ördöngős ár, ez kovácsolt acélból készítik, hogyha erre vigyázunk, ez valóban örök élet. Tehát az interneten már utánrendeléssel hozzá lehet jutni egy 1500-2000 forintért. Ezt a befektetést tényleg, ha valaki komolyan gondolja, ez nagyon sok mindenre jó. Ezt vagy éghámozónak, vagy csíkhámozónak, nagyon sokfajta elnevezése van, de nagyon sok mindenre jó. Ugye cukkiniből vágunk egy ilyen, hát, levélformát. Ezt ugye későbbiekben utána el lehet használni, meg vagy teljesen megpucoljuk, vagy akár így is föl lehet darabolni, grillzöldségnek, vagy párolt zöldségnek, és ugye ennek van egy éle, lehet látni, itt van egy éle. Ezzel szépen tudunk húzni egy csíkot, és ezzel egy levélformát tudunk kialakítani. Azért mondom, nem olyan ördöngős árba van ez, és ugye szépen ki tudjuk faragni. Ezzel tököt is lehet faragni, tökvázát, tehát ez tényleg több rétű, több célú az a szerszám. Az árát nagyon megéri egyébként. És akkor faragtunk már ugye levelet is. És akkor uborkából tudunk vágni legyezőt, vagy bármilyen alakzatot. Ugye négy bemetszést ejtünk, nem vágjuk teljesen végig, vékonyak legyenek, és akkor így egyszerűen vissza tudjuk hajtani. És ezt is bármelyik. Ugye azért is mondtam, hogy pók, ugye most kettő, hogyha itt teljesen körbe raknánk, akkor még egyszer motívum alakul ki, de úgy gondolom, hogy elég ez így egyszerre. És akkor paradicsomból még tudunk vágni cikkeket is, ami szintén használható. Ugye éles késsel megfordítjuk így a paradicsomot, és tényleg csak a héját végighúzzuk, mint ha filéznénk, és a kést meg visszahúzzuk, csak egyszerűen így. Ez így magától visszahajlik. Ugye ez is egy díszítő elem lehet. Akkor narancsból ugye vághatunk karikákat. Ez tényleg csak egy pár ötlet. Akkor kisebb narancsból karikákat vágunk. Ezt így félig bevágjuk. És akkor vagy így egyet rakunk ki, vagy kettőt egymásra fektetünk. És ugye itt még lehet mellé használni ugye a fűszernövényeket, fodros petrezselyen, metélőhagyma, vagy bármilyen fűszernövényt, ami tényleg ízébe, ugye színében nyilván, hogy harmonizál mindennel, de ízével, igen, ízébe, ami harmonizál az adott elkészített ételünkhöz. És akkor ezt a vágódeszkát eltesszük, félre erre most már nem lesz szükségünk egyelőre. Elővesszük ugye az említett késztermékkel, amivel dolgozhatunk a magába a konyhába, fehér, és akkor, hogyha jól sikerült ugye a húsételünk, ez már egyszer vissza lett ugye csomagolva, ahogy említettem, amennyire csak tudtuk, kiszorítottuk belőle a levegőt, és akkor most kicsomagoljuk, és megnézzük tényleg, hogy valóban hogy sikerült. Ugye szép kis rolládok lettek belőle, ez a csirke,
és akkor a sertés is. Ugye hús tölteni tényleg nagyon-nagyon sok minden dologgal lehet, itt tényleg csak a fantázia szab határokat neki. Ugye a csirkét megtöltöttük most, lehet látni egyébként a vágási felületén. Úgy mondjuk, hogy mozaikos. Szép mozaikok kirajzolódtak maga a csirkén, és ugye itt a sertésünk. A hideg konyhánál, hogyha tálalunk, azt általában célszerű, nem is célszerű, azt vékonyabbra szoktuk vágni. Ugye tényleg ez az esztétika kedvéért van, meg hogy könnyebben lehessen fogyasztani. Most elárulom én is egyébként, itt is lehet látni, nekünk se sikerül mindig minden. De nem kell kétségbe esni, ugye látszik itt is, hogy talán nem volt olyan megfelelő a hús minősége, vagy pedig kicsit tovább hőkezeltük, ezt mi se tudjuk sose, hogy miért alakul ez ki. Kicsit szétesett, de nem kell megijedni tőle, ugye eleve mondtam, hogy van benne egy kis zselatin, ez vissza fog hűlni a hűtőbe, ez ugyanúgy össze fog nekünk állni, plusz az előbbi említettekbe le fogjuk fényezni, ez még jobban össze fogja nekünk tartani ezt a húsételt, tehát nem kell tőle megijedni, hogy egy kicsit szétesik, szépen vissza kell igazgatni, és akkor szép esztétikusan föl kell tenni a tárra. Most még visszatérve arra, hogy mit teszünk bele, tényleg itt csak a fantázia szab határokat, ezt a csirkét meg lehet tölteni akár egy darált tejszínnel, illetve darált csirkehússal, tejszínnel, tojással kikevert, úgymond szárnyas péppel. Ezt meg lehet tölteni a sertést akár egy kolbászhússal, lehet keverni a kettőt, hogy a csirkébe húst töltünk, a csirkébe sertést töltünk, a sertésbe csirkét. Tehát tényleg itt csak a fantázia szab határokat. Én azért is mondom, hogy merjünk tényleg, hogyha ilyenhez hozzáfogunk, merjünk bátrak lenni. Valami alkotóelem biztos, hogy van a hűtőbe, vagy a fagyasztóba. Mondjuk egy áztatott kenyérrel, tényleg rengeteg mindent meg lehet csinálni, ahogy ugye betölteni a húsokat. Megint tálalás kérdése, ki hogy szereti. Ugye én sréggal raktam így föl, de lehet fölrakni így teljesen egyenesen, vagy csinálni köröket, ez ebbe a formájába lett fölrakva, és amiről beszéltem az előbb, amit említettem, hogy kisebb roládokat csináltunk, itt ez bagetele, vajazott bagetele lett föltéve, tehát egy kicsit lehet változatosabbá tenni a úgymond locsolkodóknak, ugye vagy a köszöntőknek a szendvics választékot, ugye ebből a töltött húsokból tettem fel a bagettekre, ezáltal tényleg változatosabb lett, és most visszautalok itt ugye az elkészült aszpikunkra, amit említettem, hogy óv és díszít. Itt lehet látni ezt a fényes felületet rajta, ugye ez le lett hideg formájában, föl lett szeletelve, mikor kihűlt, tárolendeztem, és lekentem a kész aszpikkal. Ugye lehet látni a csillogást, amit mondtam, hogy tulajdonképpen olyan, mint egy fóliában lenne belecsomagolva szépen. Ez díszít is, és megóv az oxidációtól, tehát hogyha ez kín van a levegőn, negyed óra, 20 perc, fél óra fogyasztásig, akkor se fog elszíneződni a húsunk. A gyöngyaszpikot is említettem, hogy díszíteni lehet még pluszba. Ugye itt lehet látni, össze van apróra vágva a zselat, igen, a kész aszpikunk. Ugye ez is egy díszítési forma, minél finomabbra vágjuk, annál szebben díszít. A díszítést, főleg, hogyha ilyen mozaikos, ilyen szép mintázatú a húsételünk, vagy bármi ételünk, a díszítést nem szabad túlzásba vinni, hiszen ez be lenne díszítve az egész, akkor elrejti magát ezeket a szép mozaik mintákat. Ezt fölösleges túldíszíteni, ugyanúgy a szendvicset is, ezt is fölösleges túldíszíteni. Úgy szoktuk mondani egyébként, hogyha ilyen mozaikos, vagy bármilyen ételt tálalunk, kihúzunk, vagy bármi, hogy az étel díszítse önmagát. Ugye itt ebbe a formába azt elértük. Ez tulajdonképpen úgy is szép lenne, hogyha ezek a díszítések nem lennének rajta, mert az étel valóban díszíti önmagát. Zászlóként még annyit szeretnék megemlíteni, biztatok mindenkit és ösztönzök mindenkit arra, hogy készítse el bátran, próbáljon meg kísérletezni, próbáljon egy kis időt ráfordítani, de hogyha ez mégse sikerül, akkor keressen meg bennünket és rendelje meg nálunk ezeket a termékeket. Még annyit szeretnék mondani itt húsvét közelettével, minden kedves nézőnknek szeretnénk kellemes húsvéti ünnepeket kívánni a Katona Kifőzde összes dolgozói nevében.
piros tojás, fehér nyúlfi, locsolás, vagy csángó buzi.